Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy elmúlt adásra tekintek vissza röviden, hiszen András Krisztina volt a vendégünk, a Sportgazdaságtani Kutatóközpont igazgatója, és a harmadik évezred harmadik évtizedének kihívásairól beszélgettünk, hiszen azóta megrendezték azt a konferenciát, ahol a sportgazdaságtani kutatók és egyetemi oktatók, illetve sportklubok, egyetemisták, nagyon-nagyon sok mindenki vett részt, ez egy remek történet volt. Most pedig, hiszen akkor nem beszéltünk arról, ami aztán a sportban élőket és a sportért élőket nagyon-nagyon foglalkoztatja, és ez nem más, mint a pandémia, tehát a koronavírus járvány, hiszen sportgazdasági szempontból is rendkívül fontos történet. Ezt megtapasztalhatjuk a jelenben is, hiszen a kézilabda világbajnokság zajlik Melbourne-ben, a Grand Slam torna, ahol folyamatos hírek szólnak arról, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a rendezőknek és a résztvevő sportolóknak egyaránt. Nos, hát egy kicsit beszéljünk erről, hiszen a magyar sportot, és maradjunk itthon először, alaposan megviselte a pandémia. A futballal kezdjük, mert a futball abban az értelemben nagyon fontos, hogy nézők nélkül mit sem ért mondják, de azért sikerült átvészelnünk, hiszen remek sorozatnak lehettünk szem- és fültanúi, és örülhettünk végre már, hogy egyik legfontosabb sportágunk ilyen eredményes lehetett. Ugye kezdjük talán a Fradival, hiszen Orosz Pál is ezen a konferencián előadta, hogy mi mindent kellett tenniük. Hát nyilván itt sokkal bővebben, de itt most mi arról kell, hogy beszéljünk, hogy egy olyan csapat, mint a Fradi, gazdasági szempontból mennyit veszít azzal, hogy ugye a Bajnokok Ligája csoportkörében az Üllői út, de akár azt mondom, a Puskás Aréna is biztos, hogy megtelt volna nézőkkel. Ezt hogyan lehet kigazdálkodni, hogyan lehet motiválni a játékosokat, hiszen ehhez kell, sportpszichológus mondom én, és ráadásul olyan szakmai vezető, ami nem csak a pályán történteket elemzi, hanem a jövőt is kutatja, hogy egyáltalán, hogy legyen jövő egyáltalán. Itt nagyon fontos időben végig gondolni, hiszen minket Magyarországon 2020 márciusában ért el ez a történet. Biztosan emlékszünk arra a március 15-i vasárnapra, amikor még azon a hétvégén lemehettek egyébként már zárt kapus formába, de mentek a mérkőzések, és aztán az első következő napon az MLS kénytelen volt meghozni azt a döntést, hogy meg kellett hoznia, hiszen a világjárvány és a bennünket érintő mindig az első helyen az emberi élet van, annak a biztonsága. A sportnak valóban legtöbb sportágnak teljesen evidens a kontaktformája. Mind a sportpályán, mind adja Isten, hogyha sokan vagyunk a nézőtéren, akkor egyaránt. Ráadásul ebben az időszakban még-még kevesebbet tudhattunk, már nem mi laikusok, hanem még a kutatók is a vírusról és annak a jellemzőiről, ezért emlékszünk, hogy le kellett állni, pontosabban ugye zárt körül, aztán meg teljes leállás a bajnokságban. Aztán Magyarországon egyébként pont a vírus helyzetnek a jó kontrollálása és az arra való figyelem, hogy az egészségügyet nem terhelheti túl a rendszer, hiszen az egészségügyben mindig kell egy olyan kapacitás, hogy ezt nem lehet kicentízni, hiszen bármi történik, most nem csak egy vírus, hanem történik egy valami extra helyzet, akkor az ember élet számít és fontos. De ugye újraindulhatott, sőt Magyarországon, emlékszel, az a szuperkupa mérkőzés, az első olyan nagy esemény lehetett, amit egyébként az UEFA utána példázott is, sőt az Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is örömmel mondta, hogy lám a világban lehet arra példa, hogy ismét nézők előtt rendeznek eseményeket. És így élhettük meg gyakorlatilag a Ferencvárosnak a csoportkörét érd alatt, hogy a legelső mérkőzés a Grupama Arénában lehetett, sőt ez a felfokozott érdeklődés hozta azt a diplomáciai sikert, hogy a Ferencváros másik két mérkőzését a Puskás Arénába helyezték, amiből az első mérkőzést, ugye a Juventus elleni mérkőzést, azt le is tudták játszani. Én magam is ott lehettem, és tapasztaltam, hogy tényleg megtehetők azok a biztonsági intézkedések, és hogyha fegyelmezettek vagyunk, akkor az ott létünk alatt biztonságban lehetünk, mert ugye az nem garantálja, hogy úgy egyébként a magán életben nem tartom be a szabályokat, akkor semmi köze a sporthoz, de ugye az ember akár elkaphatja a vírus, de hogy ez fegyelmezetten lebonyolítható.
Aztán ugye ez egy olyan dolog a világjárvány, amiben nem lehet elzárkozni, tehát mindaz, ami Magyarországon zajlik, az ki van téve annak is, hogy a környező országokban mi zajlik, illetve az utazások és akár felelőtlenebb viselkedéseink, azok ugye hullámokat hozhatnak, tehát végül az itt játszott arénába meghirdetett utolsó mérkőzés az már zárt kapus volt. A futball látszik, hogy ad erre választ, hiszen a közösségi a sport, az közösségi esemény. Mikor nézők vagyunk, akkor úgy szolgáltatás, hogy egy közösségi élmény. Akkor érezzük jól magunkat, hogyha nagyon jó a sportesemény a pályán, és egyébként sokan lehetünk. Tehát az egész üzleti modell véget is, meg az egész szolgáltatás miatt is a sport törekszik arra, hogy válaszokat adjon. Televíziós közvetítés által látszik, hogy különböző dolgokkal lehet játszani, érdalattal kivetíted, mintha nézők lennének, akár hogyha még lehetett, akkor kint találkozni, mert attól függ, hogy éppen milyenek a korlátozások, akkor létesítményen kívül megszervezett, és onnan a szurkolóknak a hangjával, vagy applikációkkal beérkező, otthon szurkolsz, felveszed, és real-time-ban megérkezik, és azt kijátszani, hiszen a sportolóknak is ez egy nagyon-nagyon különleges időszak lehet, és nem feltétlenül jó értelemben, hiszen tudjuk jól, hogy a nézőtér az a 12. játékos, hogy hogyan lehet a sikerbe belevinni őket. Plusz ott van a felkészülés, tehát a sportnak van egy feszített, sportolónként eltér, hogy az a 365 napban, mik a rendszerek, bajnoki mérkőzések, kupamérkőzések, hazai mellett nemzetközi mérkőzés, extra évek vannak, van-e éppen abban az évben Európa-bajnokság, világbajnokság, előtte selejtező sorozat, ugye most már a válogatottaknak is van klub világbajnoksága, ott is szerepel a válogatott, de ahhoz, hogy szerepeljen, ahhoz mögötte edzések, az edzéseken szintén ugye kontakt, például a Ferencváros nem állt le. Tehát biztonsági előírásokat követve, de a labdarúgók folyamatosan készülhettek, hiszen megint sportáganként különböző, az újraindulás korán sem evidens. Tehát a sportoló arra kényszerül, hogy nem ugyanazt az edzéstevékenységet végzi, otthon kell végeznie, akár online formában végzi, tehát még szabadban sem. Ez nem ugyanazt a felkészülést jelenti, mint amikor... Így van, nő a sérülés veszély. De látod is, hogy az erőviszonyok hogy megváltoztak. Igen. Ugye a La Ligában a Covid előtt a Barcelona csapata extrán vezette a bajnokságot. Hogyha azt mondjuk nincs Covid, akkor vélelmezhetően megnyeri. És a visszatérés után mennyire átírta az esélyeket. Így van, most mindenki az Atletico Madrid hátat nézi. Teljesen. Ugye hát ez amit furcsa. Szoktunk mondani, hogy ez az maradt fönt, az lesz a versenyben erős, aki jól reagál. Márpedig most egy extra helyzet van, és ebben a sport is a reakciója. Ugye kérdezted a működési modellt. Itt érdekes azért az, hogy a magyar labdarúgásnak, a magyar sportnak milyen a működési rendszere, és az kevéssé a nézői létszámon alapuló. Ez jó vagy rossz, ebbe én most nem szeretnék belemenni, de jelen esetben ez ugye védettebbé tette, hiszen a bevételek nem a nézőszám alakulásától függnek, illetve szerződések azért nem csak rövid időtávra születnek, és ugyanakkor például a Ferencváros esetében egy nagyon komoly extra bevétel érkezett az előző év Európa Liga csoportkör szereplésben, ami akár teremtette azt a helyzetet, hogy azon a játékos piacon, ahol a többi klub, amelyik inkább a nézőszám, ugye a nézőszám alakulásához közvetlenül függő bevételektől alakul, annak most megszorításokat kellett tenni. A Ferencvárosnak, ha megnézzük az elmúlt időszakbeli igazolásait, akkor jól látjuk, hogy olyan igazolásokat léptek meg, amik a saját költségvetéshez képest árértékarányban jó döntések, hiszen a selejtezőkben játszanod kell különböző nemzeti bajnokság bajnokaival, és nem mindegy az, hogy a pályán levő külföldi játékosod akár ismeri azt a
bajnokságot, abból a bajnokságból jön ugye egy egészen más lehetőséget. Ugye, ahogyan a futballnak is meg kellene, hogy legyen a stratégiája, úgy van meg a stratégiája egy-egy klubcsapatnak. A Ferencvárostól ebben az országban mindenki a nemzetközi szereplést várja el. Egyébként ugye joggal, hiszen nagyon sok befektetés is született ennek az érdekébe. Lásd, ugye a Grupa Marina az egy nemzetközi szintű stadion, amelyik ugye az otthonát jelenti, illetve ugye az igazolások, illetve a Ferencvárosnál egy nagyon tudatos építés zajlik Kubatov elnök úr ideje alatt, illetve vagy óta, illetve Orosz Pál vezérigazgatósága mellett, aminek nagyon sok lába van, nem csak sportszakmai, hanem van diplomáciai lába, stb. Ez igenis egy diplomáciai siker, hogy a Grupa Marénából, a Puskás Arénába lehetett áthelyezni, hogy minél több néző, ugye biztonságot tart, ha minél több néző lehessen kint. Tehát egy tudatos építkezés az eredmény. És emellett ugye millió eurókban mérhető, ha tetszik, már pedig ez tetszenie kell mindenkinek. Ugyanez a fejlődés tapasztalható viszont a válogatott szintjén, hiszen azt mondjuk, hogy a Nemzetek Kupájában és az Európa-bajnoki selejtezőkön is egyaránt bizonyítottak Marco Rossiék, és nem sajnálja senki azt a pénzt, amit nyertek, amit kiosztottak. Viszont itt valóban a néző veszített, hiszen a Puskás Aréna biztos, hogy megtelt volna, de hát így jártunk. Egyébként a székesfehérvári vonatkozását nézzük ennek, akkor a legjellemzőbb talán a Jégkorong együttesünk, hiszen fantasztikus idényt futnak. Eddig is mindig teltház volt, 3001 néhány száz néző, és nagyon rossz arra gondolni, hogy ezek a nézők, akiknek a szíve, lelke a Jégkorong csapat, mondom, akik szárnyalnak, hiszen most másodikak az ébelben, hogy ezt nem láthattuk mi. Csak mennyit veszít egyébként egy klub ilyenkor? Még annyit azért a Jégkorongra, hogy azért ez nem új keletű. Tehát Ocskai Gáboréknak az a elkezdett és befektetett munkája, ami a magyar jégkorongba és utánpótlás nevelésként felépített modellben lehet, és most arra meg élvezzük, vagy az a nagy lépés, ami akkor azért nem fogadta minden körömmel, de hogy az akkori ebelbe kerüljön a magyar csapat és áll helyt. Egyébként egy olyan sportágban, ahol viszont nagyon kifeszített, tehát rengeteg, nagyon sűrűek a mérkőzések. És amikor bármilyen okból nem feltétlenül tett csapatot, hanem az ellenfél nem tud kiállni, akkor egy hihetetlen feszes versenyrendet vár el a sportolóktól, úgy, hogy a teljesítmény legyen rendben, és ugye rendben lehessen az egészségük és a biztonságuk. Ugye itt is van egy létesítményfeszesség, tehát azért a fehérvári jégkorong már nagyon régen kinőtte azt a létesítményt, amiben lehet. Illetve ugye szintén ez egy regionális központú bajnokság, aminek a létesítmény előírásai is másak, mint egy hazai rendezés esetében. Tehát itt ugye van egy előre szaladt, nagyon magas teljesítmény, és ugye van egy létesítmény helyzet. Még megtűrnek bennünket, hála Istennek. Labdarúgó EB. Otthont adunk a labdarúgó EB-nek, bár most már vannak szkeptikus hangok. Mennyit veszítünk adott esetben, ha a labdarúgó EB-t nem sikerül úgy megrendezni, hogy nézők előtt? Én nem szeretnék számokba bocsátkozni, de valóban ugye a megvalósíthatósági tanulmányok, amikor belevágsz egy ilyen pályázunk, ne pályázunk rendszerben, akkor ugye számolnak és építenek az ideérkezőkkel. És az nem csak azt jelenti, hogy mert ki fogja fizetni azt a jegyet, amivel érkezik, hanem sportágonként meg lehet nézni, hogy milyen jövedelem kategóriájú turisták érkeznek hozzánk, hány napot töltenek itt vendégészakában, illetve milyen jellegű szállásokban szállnak meg. Ez jelenleg a turizmusban, látjuk jól, hogy a legérintettebb iparág volt, teljes leállás. Ugye még mindig látjuk, hogy a külföldről beérkezők egy nagyon le van szűkítve éppen jelenleg, üzleti céllal, és a szállások is üzleti célú megszállások. Tehát ugye a megvalósíthatósági tanulmányok ezeket nem kalkulálták.
Azt, hogy mennyi lesz a kiesés, azt meg utólag fogjuk tudni, mert nem tudjuk még mindig igazán, hogy hogyan zajlódhat le az a 3+1 mérkőzés, ami nagyon-nagyon fontos, hogy van magyar vonatkozása, tehát a potenciál benne van, hogy ami lehetőség van, azután a mérkőzés után biztos, hogy lesz, és magas lesz az érdeklődés, illetve az a csoport, ami Magyarországon van, az szintén nagyon, tehát olyan válogatott, amelyek vélhetően ugyanúgy magas helyszíni nézettséget hoz. Eltérő egyébként a velük érkező szurkolóknak az utazási hajlandósága, ebben nációnként eltérő, hogy az ottaniak, tehát a hazaiak mennyire követik a válogatottat a saját, tehát a csapatuk után mennyire mennek a turizmus területén. Krisztina, jó eséllyel már túl lennénk egy beszélgetésen, és most csak visszatérnénk arra, hogy mi történt Tokióban, hiszen már megbeszéltük volna azt a 12 aranyérmet, amennyit én jósoltam, 12 arany, 10 ezüst és 8 bronz, ez volt az én álmom. És most pedig ott tartunk, hogy a hírek egyre riasztóbbak, amelyek Japánból, Távol-Keletről érkeznek. Egyáltalán itt most esélyt ne latolgassunk, hogy lesz olimpia vagy sem, de mennyit veszít a sportvilág gazdasági szempontból azzal, hogy elmaradt az olimpia, itt most hagyjuk a rendezőt, hanem úgy általában globálisan nézzük meg, és egyáltalán hogyan lehet erre úgy felkészülni, hogy fenntartsuk az érdeklődést, és ne veszítse el az emberfia azt az álmát, hogy igenis az olimpia mindenütt legnagyobb sporteseményére készül. Egy nagyon fontos sportgazdasági trendre kérdezel rá, amit most a pandémia óta másként tekint az ember, de korábban, amikor tanítottuk, én nem erre a vonatkozására gondoltam, azaz ott szerepelt az a kockázat, hogyha bármi történik egy eseményen, az utána hogyan fog hatni a további eseménykövetésre. De ugye bármi történik, inkább olyanokra gondoltunk, hogy na, adja Isten, robbantás történik, terrorcselekmény, mert hogy erre már volt példa sajnos. Most meg ugye nem erről van szó, hanem egy láthatatlan pici vírus az, ami mégis ugye sakban tart minket, és jelenleg nem lehet helyszínen több ember egyszerre jelen. Ugye ez a világ különböző pontján másként zajlik, ráadásul a sportvilágában különböző országokból érkeznek ilyenkor oda a sportolók, tehát ugye, és most csak a sportolók érkezésről beszélek. Ugye az olimpiai esetében azt mondták, nagyon hamar született meg a döntés, hogy elmarad, és pont egy évvel lehet. Már így is egy nagyon komoly torzulást hozott, mert így sokkal közelebb szaladt a következő téli játékokhoz. Tehát ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak fontos brendjei a nyári játékok és paralimpia és a téli játékok, és annak teljesen megvan a logikája. Gondoljuk el, a hozzákapcsolódó sportturizmus, a jegyek értékesítése is már nagyban zajlott, és akkor hirtelen azt kell mondani, hogy nincs olimpia, mi lesz a jegyek értékesítésével, stb. Azt mondják, hogyha ekkor nem, akkor kész. Tehát ez az olimpia, volt erre sajnos példa a világháborúk idején, mikor ugye nem került megrendezésre, és akkor kiszámíthatók majd ezek a hatások. Most, amiket tudnak számolni, az az esetleges jegybevétel kiesés, de azért nem igaz, mert nem tudjuk, hogy milyen módon lesz olimpia, a nézőszámok ott hogy alakulhatnak. Ugye a közvetítési jogoknál, az olimpiánál a legnagyobb bevétel a közvetítési jogokból áll, és ugye jellemzően az Egyesült Államokból érkező közvetítések, ezért is figyelnek, hogy a játékoknak az időpontja az ahhoz a legnagyobb piachoz igazodjék, de ahhoz kellenek sportesemények. Igen, de gazdasági szempontból maga a versenyző is veszít mindenféle értelemben, tehát önmagában az értékéből, hiszen tudjuk, hogy ha csak a futballt nézzük, hogy a mostani átigazolási időszak előtt, itt a téli átigazolási időszakban mennyit csökkentek, és nem a bérek csökkentek, hanem az árak, tehát azt láthatjuk, akkor nyilvánvaló a sportoló is nagyon sokat veszít. Ez így van, itt mi is, amikor a döntés született, hogy egy év, akkor nagyon sok olyan tanulmányt lehetett olvasni, hogy a fiatalabb korú sportolókat nem érinti, mert ő bennük benne van még akár 2-3-4 olimpia, de azok a sportolók, akiknek vélhetően a terveikben családalapítás és egyéb módon ez lett volna az utolsó, nekik lehet, hogy már ez az egy év halasztás amellett dönt, hogy befejezi. Ugye most Márton Anitát hoznám ide, atlétánkat, aki azt mondta, hogy
2020-as Tokió olimpiára oké, de most már ő plusz egy évet nem, és ugye gyermekáldás fontosabb. Igen. Tehát ugye ezek nagyon egyéni válaszok, illetve most ugye abban a feszített időszakban vannak, hogy a sportolókkal, ha beszélgetünk, akkor elmondják, hogy nekik ebben a legrosszabb a bizonytalanság. Tehát nekik úgy van fölépítve az életük, hogy egy időpontra maximalizálják a teljesítményüket. És most nincs időpontod. Ugye ilyenkor már nagyba zajlanak. Ugye különböző sporták még nem tehát nem ment végig a kvalifikáció. Tehát a Covid elkezdett érinteni kvalifikációs versenyeket. Tehát nagyon-nagyon összekuszálta, és azt is, hogyha a sportolókat beszélget az ember, akkor elmondják, hogy a felkészülésben most, hogyha van egy másfél hét, két hét leállás, akkor neki 4 év munkája ment tönkre. Na de ne felejtsük, hogy ez sokat ér. Tehát mindenkit érint akár más módon, tehát itt megint visszatérnék oda, hogy nagyon átírhatja az esélyességi listánkat, hogy lehet, hogy azt gondoljuk, hogy elképesztő esélyes, és most akár azt látjuk, hogy valaki nyertesként jött ki ebből a nehéz időszakból. Igen, hát itt a végén azért egy mostani eseményre utalnék, ugye Melbourneben van a Grand Slam torna elindult, az önmagában vicc, hogy Katarban rendezték meg a selejtezőt, az addig rendben van, hogy a selejtező győztesei azok elindulhattak Melbourneben, viszont olyan karanténba kényszerültek, ami azt hiszem, hogy visszadobja a teljesítményt. Hogy lehet ennek gazdasági hatása megint csak? Nyilvánvaló, hogy aki most karanténban készül arra, hogy az első fordulóba pályára lépjen, az veszít valamilyen szinten a saját teljesítményéből, és mivel itt teljesítménykényszer van, és egyenesen arányos a teljesítmény a megkapott pénzzel, azt hiszem, hogy ez a sportolókat is elkedvetleníti. Ez megint nagyon érdekes, mert ebben láttunk azért, ha odafigyelünk a sportolói nyilatkozatokra, jó példát. Ugye Magyarország adott otthont az úszó világkupának, és buborék jellegűen bonyolították le, tehát akkor valóban nem rotációval különböző pontok, hanem mindegyik versenysorozat jelen a Duna Arénának adott otthon, tehát ide érkeztek a sportolók, valóban karanténszerűen lezárva, és a buborék az úszoda és a szálláshely, és mentek a versenyek. És örültünk, mert volt verseny, örült a sportoló, mert végre volt tételjáró megmozgatás, és alapvetően egy pozitív történet volt. A tenisznek a világ az megint egy lenyűgöző, egy globális sportágról van szó, egy éves szisztémában gondolkodó ranglistával, ahhoz kapcsolódó versenysorozatok, különböző pénzdíjak, teljesen más kiválasztással, szabadkártyás, hogyan, és most ugye ez teljesen összekuszálja ezt a rendszert, nem csak helyszínében, hanem ugye odaérkezik a sportoló, és kiderül, hogy a teszt kapcsán, hogy egyébként tünetmentes, és hogy pozitív, és akkor kitérint a karantén, akkor hogy lesz a versenysorsolás, tehát teljesen összekuszálja azt az egyébként jól felépített versenyrendszert. Az igazi viszont én mégis csak azt mondom, hogy egy tele Puskás Aréna, Gruppama, Sóstó, Raktár utca, és erre várunk. És azt hiszem, hogy nagyon helyesen tesszük, hogy optimisták vagyunk. Krisztina, köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm. Kedves nézőink, Andrássy Krisztina, a Sportgazdasági Kutatóközpont igazgatója volt a vendég, és megbeszéltük azt, hogy a mai sportéletre milyen hatással bír a koronavírus járvány, pozitív kicsengéssel a végén, és hát tegyék önök is ezt, és ha máshol nem, televízióban nézzék a sportot. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!